Annyit nem jó. Mert ezt nem ilyenkor kell csinálni. Persze, ha az jövő volna, hogy ez így működik, akkor előre megcsináltam volna. Én se értek hozzá, az nem ilyen probléma. Mi az, Bertin? Bertin! Azt a... Vigyázz a fejedre! Fejedre vigyázz! Beakadt a marcagba. Nem baj. Nézd, Timi! Jaj, de erős vagy! Jaj, nagyon erősek vagytok! Azt a micsoda játszóházat készítettek anya meg apa! De ügyesek vagytok! Milyen jó, hogy egy ellentétes irányba hintáz! Igen, Benni, te magasabb vagy egy kicsit, mint Bertin. Na, Benni, fel tudsz menni a kötélen? Nem neked van a gyűrű beállítva. Úgy, kapaszkodjál. Maga lábad, úgy, vigyázz rá, nézd Bertinre. Azaz, húzzad magad. Hoppá! Szorítsd össze a lábad. Hát ez mi? Az ilyen hinta. A hinta, hát, rá kell ülni. Én hintázok. Én mi? Azt majd még le kell, igen, fixálni. Bertin! Az a jó, mert nem esik el. Az a jó, mert nem esik el. Mert én nem akarok ebben. Majd mindjárt először is a Bertin. Másszál a másik oldalt föl a létrán. Másszál föl a létrán. Fölmászok a tetején. Nem könnyű. De kapaszkodj. Nem könnyű. Miért? Majd próbáld meg. Mert libeg alattad. Mert libeg, azaz. Az nekem baba könnyű. És az miért megy olyankor? Jaj, fejével felnyomja. Nem, a kötéllel nyomja fel. Kötéllel nyomja fel, mert az alapvetően nem erre van kitalálva, hogy... Kötéllel nyomja fel. Ilyenkor le kéne venni róla, csak azért hagytuk rajta, hogy Bertin nem ásszon feljebb. Nekem is jó.